Az elmúlt évtized leggyengébb almatermése az idei, de nem csak a gyümölcsös ültetvényeken, hanem a szántóföldeken is hatalmas a hiány. Az oka az egész évre jellemző aszály, ami miatt szinte nincs olyan gazda, ki valamilyen mértékű kárpótlásért ne fordult volna biztosítóhoz. Az idei nyáron emiatt kellett inkább fizetnie a biztosító társaságoknak, vihar okozta károkról kevesebb bejelentés érkezett. Az idei nyár nem volt annyira pusztító a viharkárok szempontjából, mint mondjuk a tavalyi. Inkább a mezőgazdaságot sújtotta most leginkább az aszálykár. Jellemzően egyébként a bejelentett károknál az alulbiztosítottság okozta a legnagyobb problémát. Ez ugye azt jelenti, amikor van egy bejelentett károm, annak van ugye egy kártérítési összege, és ez a kártérítési összeg nem lesz elég ahhoz, hogy ellensúlyozza a veszteségemet. Ezért is érdemes időről időre felülvizsgálni a lakásbiztosítást, de okot adhat erre például az ingatlan jelentősebb korszerűsítése is. Egy felújított konyha, fürdőszoba vagy a nyílászárók cseréje növelik az ingatlan értékét, ezekről általában szükséges tájékoztatni a biztosítót. Könnyen előfordulhat ugyanis, hogy amennyiben kár történik a lakásban, a biztosító csak a kár egy részét fogja fizetni, hiszen a szerződés nem volt aktualizálva. Bármi történhet, nem csak viharból eredendő kár, hanem egy csőtörés is tud nagyon sokféle kárt okozni, akár az ingóságban, akár az épületben. Jellemzően egyre többen kötnek, és egyre többen választják, vagy nézik meg, hogy mi az, amit megkötnek, megvizsgálják, hogy milyen szolgáltatások vannak benne, ezért a díjért mit kínál nekik a biztosító. Viszont nagyon sok még az az ügyfél réteg is, akik nagyon régen megkötötték a biztosításukat, és nem történt meg ezeknek a felülvizsgálata, nem jelentették be, hogyha esetlegesen drágább műszaki cikket vásároltak, vagy felújították az ingatlanukat, hanem azzal a megkötött valószínűleg alacsony biztosítási összeggel ketyeg évek óta, mint amivel megkötötték. Nagyon fontos, hogy minden évben nyomon kell követnünk azt, hogy hogyan változik a biztosító által kínált biztosítási összeg. Mindig kapunk egy levelet a biztosítótól, amit indexlevélnek hívnak. Ebben benne van, hogy milyen értékkel van biztosítva az ingatlanunk, az ingóságunk. Ha úgy érezzük, hogy nem megfelelő, akkor ezt aktualizáltatni kell. Így kerülhető el az, hogy kevés kárösszeget fizet, vagy egyáltalán nem fizet a biztosító. Egy friss felmérés szerint egyébként lakásbiztosítással a magyar lakosság közel háromnegyede rendelkezik.